Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit. A karácsony reggeli szentmise, vagyis a pásztorok szentmisének evangéliumi részletét Lukács evangéliumának második fejezetéből olvassuk. Miután az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így biztatták egymást: menjünk hát Betlehembe, nézzük meg a történteket, amelyeket az Úr hírül adott nekünk. El is mentek sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisdedet. Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk. A pásztorok ezután hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak, pontosan úgy, amint előre megmondták nekik. Lukács evangéliumában olvasunk a pásztorokról is. Lukács nem beszél arról, hogy a három napkeleti bölcs meglátogatta a gyermek Jézust, amit Máté evangéliumában olvasunk. Lukács a pásztorokra helyezi a hangsúlyt, akik a szegény embereket, a periférián élő embereket jelképezik. Lukács ezzel arra akarja felhívni a figyelmünket, hogy Isten mindannyiunk barátja, de különösen a szegényeknek a barátja. Isten fia emberré lett, szegényé lett értünk, hogy bennünket, mindannyiunkat gazdaggá tegyen, mindannyiunkat vigasztaljon, megerősítsen. A pásztorok szentmisének evangéliumi szakasza arra hív bennünket, hogy tanuljunk a szegényektől. Isten a szegények barátja. Jézus Krisztus azonosította magát minden emberrel, de különösen a szegényekkel is. Legyünk mi is tehát a szegényeknek a barátai, tudjunk tanulni tőlük. Isten szegényé lett, hogy minket gazdaggá tegyen. Tudjunk mi is beszélgetni a szegényekkel, tudjuk mi is meghallgatni őket, tudjunk mi is figyelni rájuk, segíteni őket. Isten fia szegény körülmények között lett emberré, szegény körülmények között született meg. Arra hívva bennünket, hogy vegyük észre minden emberben, de különösen a társadalom perifériáján élő emberekben, a szegényekben Jézus jelenlétét, és segítsük őket. Mire tanítanak bennünket a pásztorok? Azt mondják, menjünk hát Betlehembe, nézzük meg a történteket, amelyeket az Úr hírül adott nekünk, és sietve elindulnak Betlehembe, és megtalálják a gyermek Jézust, mellette édesanyját Máriát, és mellette Józsefet. A pásztorok útra kelnek, mert szeretnének találkozni Isten fiával. Szeretnének találkozni a megszületett megváltóval. Nem lustálkodnak, nem maradnak meg a megszokott helyzetükben, hanem elindulnak, vállalják a kalandot, a kockázatot, keresik a messiást, és megtalálják őt. Tanuljuk meg a pásztoroktól ezt a magatartást, hogy nekünk is nap mint nap útra kell kelnünk. Nem szabad megállnunk, úton kell lennünk. Ez jelképesen azt jelenti, hogy mindig törekednünk kell fejlődni, mindig törekednünk kell növekedni. Az az egyház, tanít Ferenc pápa, amely megáll, megbetegszik, és megbetegít másokat is. Mi is nap mint nap keljünk útra, jelképesen mondva mi is mondjuk ki magunknak, menjünk hát Betlehembe, hogy szemléljük a megszületett gyermeket, Jézus Krisztust, szemléljük Máriát és Józsefet, és hagyjuk, hogy Jézus ránk mosolyogjon. A pásztoroktól tehát tanuljuk meg azt, hogy mi is útra kelünk Betlehembe, jelképesen mondva, szemléljük a gyermek Jézust, szemléljük Máriát és Józsefet, és hagyjuk, hogy Jézus tekintete átformáljon bennünket. A pásztorok elbeszélik mindazt, amit korábban már megtudtak a gyermekről. Mária és József figyelemmel hallgatják őket. Vagyis tanuljuk meg a pásztoroktól azt is, hogy mondjuk el másoknak, mi nagy dolgokat tett Isten a mi életünkben. Tegyünk mi is tanúságot Jézus Krisztusról. Jézus arra hív bennünket, hogy legyünk az ő misszionáriusai, vagyis másoknak is beszéljünk arról az örömről,
hogy mi találkoztunk Jézus Krisztussal. Másoknak is beszéljünk arról az örömről, hogy Isten szeret bennünket, hogy Isten hűséges, hogy Isten mindig velünk van. Mondhatjuk azt, a pásztorok lesznek az első misszionáriusok, akik beszámolnak Máriának és Józsefnek mindarról, amit hallottak az angyaloktól, a gyermek Jézusról. És végül a pásztorok hazatérnek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak. Nem maradnak ott, hanem hazaindulnak. Otthon van küldetésük. Visszatérnek a munkájukhoz, visszatérnek a hétköznapi megszokott munkavégzéshez, de most már azzal a fénnyel, azzal az örömmel, hogy látták a megszületett megváltót, találkoztak vele, megtapasztalták Isten szeretetének, irgalmának nagyságát, és mindezért dicsérik, magasztalják Istent. Mi nekünk is vissza kell térnünk a munkánkhoz, nekünk is vissza kell térni a megszokott feladatainkhoz, de mindezeket azzal az új lendülettel végezzük, hogy találkoztunk Jézus Krisztussal. A pásztorokhoz hasonlóan dicsérjük Istent, magasztaljuk Istent, áldjuk őt. Karácsony szent titkához hozzátartozik tehát a pásztoroknak a tanítása. Hagyjuk, hogy ők bennünket is formáljanak, tanítsanak. Tanítsák meg azt, hogy mi is nap mint nap útra keljünk, hogy találkozzunk Jézus Krisztussal, szemléljük őt. Hagyjuk, hogy a pásztorok arra is tanítsanak bennünket, hogy mondjuk el mindazt, amit Isten tett az életünkben. Tegyünk tanúságot Jézus Krisztusról mások előtt. És tanítsanak bennünket a pásztorok arra is, hogy mindig tudjunk hazaindulni, mindig tudjunk elindulni mások felé, Istent magasztalva, dicsérve, Jézus Krisztusról pedig tanúságot téve. Legyünk a pásztorok barátai, legyünk a szegények barátai, mert Isten a szegények barátja. Tartsunk egy kis csendet, és ebben a csendben imádkozzunk mindenkiért, különösen a családokért, a szegényekért, a betegekért és az egészségügyben dolgozókért. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szűz Mária béke királynője, Szent József, könyörögjetek érettünk. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg titeket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldott karácsonyt kívánok mindenkinek.